Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, ámen. Kedves testvéreim, március 9-e szerda van. A mai napon az evangélium Szent Lukács könyvének az egyik része, a 11. fejezetben a 29. mondattól a 32. mondatig. Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap másért, mint Jónás próféta jelét. Hogy Jónás jel volt a Ninéveknek, úgy lesz az emberfél is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynő is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végén is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninivel akkor is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntettetést, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak, itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, lehet mondani, Jézus többször is beszól. Beszól a kor nemzedékének, de beszól nekünk is. Figyelmeztetés. Csodaváró tömeg köröglött késeréje. Olyan érdekes, amikor az ember ezt hallgatja, Jézus az első időben nagyon sok csodát tett, és igazán a csodák, mint eszközök voltak arra, hogy mögé kérdezek igazán, hogy kinek nevébe jött. Rácsodálkodnak az isteni erőre, és fölfedik benne, hogy Isten ereje van, ő az, aki gyógyít. Gonosz nemzedék, csodajelet követel. Nagyon drámai megszólítás, és akkor, amikor gonosz nemzedéknek szólítja, az emberek eszébe jut talán még az is, amikor Péternek azt mondja, hogy sátán fajzott. Jézus néha ilyen kemény szavakkal figyelmeztet minket is, hogy tényleg kapjunk észbe. Jelet követel. Mire hív az Isten, mire tanít? Jónás Isten igét hirdette, és ez volt igazán a jel. Akkor, amikor ők maguk jelet követelnek, Jónással próbálkozik, illetve Jónást hozza föl példaként, és a történetnek a mondani alapvetően, hogy ő Isten igét hirdette, és Jézus Krisztusban már itt van. Nagyobb valaki van. Emberfés jel lesz ennek a nemzedéknek. Jónás történet, tudjuk, 3 napig volt a hal a cetnek a gyomrába, itt már Jézus Krisztus föltámadásra utal a történetben. Az ítélete majd ezzel a nemzedék együtt megég Dél királynője is. Az egyik példa követi a másikat, és olyan történetet hoz föl például, amely tényleg egy pogány királynő van szó, aki hallgathassa Salamon bölcsességét. Nagyon nagy felismerések történnek, akkor, amikor Jónásról van szó, akkor, amikor tényleg az igéről, akkor, amikor a bölcsességről van szó, itt még nagyobb valaki van, mint maga Salamon. Biztos, hogy akkor, amikor tényleg a bölcsességről van szó, Jézus Krisztusban Isten bölcsessége testesül meg, és ő az, aki mondhatom láthatóvá válik. Mire hív az Isten, mire tanít? A történet maga ott van, Jónás szára bűnbánatot tartottak. A felismerés, hogy mi is távol járunk az Istentől, de akár az igében, akár bölcsességben, Isten szavába fölismerve benne Isten tanítását, Isten igét, Isten megtestesült igét. Akkor, amikor valójában tanít minket, és mondja, hogy nagyobb valaki van, mint Jónás, ebben ott van mindenképp, hogy példaértéke, hogy Isten szavára nem kiválasztott embereknek nyitotta meg szívüket, elméjüket. Jézus Krisztusban nagyobb hatalom van. Drámai történések, drámai mondások, amik figyelmeztetnek minket, arról, hogy térjünk meg. Döbbenetesek ezek a történetek, és igazán a kor embere számára figyelmeztető jelként van ott. Persze, most az ember gondolkozik azon, hogy ma milyen jelet látunk. És akkor, amikor arról hallunk, hogy háborúságok lesznek, és milyen érdekes, hogy amikor proféciában halljuk azt, hogy járványok lesznek, háborúk lesznek. És nesze neked, itt van mindaz, ami megvalósult egy Covid járványban, egy háborúban.
el kell gondolkozni a jeleken, és picit mögé kérdezni, amik nem azért vannak önmagá, hogy félelmet keltsek, mint inkább az, hogy magunkra is elmozduljunk, valamiképpen irányt változtassunk, valamiképpen tényleg Jézus Krisztusban fölfedezzük azt, akit számunkra az Isten, mondhatnám, csillagként, vezetőként adott számunkra. Csodaváró tömeg. A mai világban is persze, hogy ha arról van szó, hogy valami csodálatos dolgot kell tenni, akkor sokan ott vannak. Annak idején sose felejtem, amikor Uri Geller vagy más bűvész bejelentett bizonyos nagy csodákat, hogy eltűnt egy mozdonyt, eltűnt vagy bármi mást, és akkor hirtelen az emberek sokasságot termett, mert valami olyasmit láttott, ami szem káprásztott. A felismerés igazán nem az, hogy igazán egy csoda történik, hanem a csoda sokkal inkább az ember szívébe kell, hogy történjék. Számomra mindig izgalmas Jézus kapcsán, amikor ő maga csodát tesz. Nem is önmaga a csoda, mint inkább az, hogy mi történik az emberek szívébe. Megtért háza népével együtt. Hallunk bizonyos megjegyzéseket. A Szentírás szava igéje itt van számunkra és figyelmeztető jel. Nagyobb valaki van, mint ama hírek, amiket mi naponta hallunk. A naponta hallunk szavakat, ő maga az ige, ő maga a szó. Mire tanít minket az Isten, mire hív? Persze Jónás igét hirdet, Isten igét hirdette, ez volt a jel, de a jel mi magunk vagyunk, ha belállunk Isten országába, és tanúságot teszünk róla. Milyen csodálatos azt látni, hallani, amikor tényleg tanítványok vannak ebbe a világba. A kollégiumomban, ott a plébánián van egy fiatalember, aki Franciaországból jött, csak azért, hogy az itteni misszionális iskolába beiratkozni, illetve azt segítse, mellette a szapiencián tanul. És nagyon megdöbbentő számomra, hogy valaki vállalja ezt a fáradtságot, hogy Franciaországból ide költözön, megtanulja egy új nyelvet, csak azért, hogy itt szolgáljon. Persze alkalmattán ő is visszamegy saját közösséggel segíteni őket, de számomra ő maga a jel, hogy milyen fontos Isten országába beleállni. És ez a fiatalember vállalta, és itt van hittel, remélem, szeretettel. Milyen jó ajándék számunkra. De maga a bölcsesség is. Olyan jó hallgatni egymás tanítását, akkor az ember olyan írásokat vehet kézbe, ami tanít minket. Én magam már többször említettem, talán egy fokulári közösséghez tartozom, és Kiára Lubitnak az írásait olvasom, megjelent nem olyan régen, egy kb. Egy éve az ő válogatott írásai, és nagyon-nagyon megdöbbentő sokszor tényleg az a mélység és bölcsesség, ami ezekből az írásokból felénk jön. Mire tanít minket Isten, mire hív? Jónás szavára a bűnbántól tartottak. Nagybojté időszak van, és minket az egyház vezet. És a felismerés, hogy én magam ellenálltam az igének, ellenálltam a bölcsességnek, nem akartam Isten országába beleállni. Mit is kívánhatnék a Jóisten, hogy magunk jellé lehessünk ember társadalmunk javára. Adjó Isten, az a keresi, amely mindannyian részesültünk, olyan felhívó jel legyen mindannyiunk számára, hogy betöltsük küldetésünket, hivatásunkat. Adjó Isten, hogy Jézus Krisztusról tegyünk tanúságot, másokat is meghívva az egytest közösségébe. Adjó Isten, Isten bölcsessége, töltse a mi szívünket, elménket. Adjó Isten, adott időben tudjunk szólalni embertársainkat és másokat is, meghívni a tettes közösségbe, Krisztus, ami arunk által. Amen.